Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, hogyha te is a Salvage Yard megvásárlása előtt állsz, gondolkozol rajta, vagy már esetleg megvetted, de segítségre lenne szükséged a biznisz részének a megértéséhez, akkor a lehető legjobb helyen jársz. Ugyanis ebben a mai videóban most minden egyes fontos dolgot el fogok mondani erről a vadonatúj ingatlanról és vadonatúj bizniszről, megnézzük melyiket érdemes megvenni, milyen fejlesztésekre érdemes beruházni, és nem utolsó sorban, hogy hogyan lehet ezzel pénzt szerezni, visszahozza az árát, úgyhogy ezekre a kérdésekre fogunk most válaszokat keresni, lássunk is hozzá! Első lépésként értelemszerűen meg kell vásárolnunk a Salvage Yardot, amit a Maze Bank oldalán találhattok, nem kevesebb mint 5 ingatlan közül választhatunk, a legolcsóbbak Paleto Bay-ben, valamint Sandy Shores-ban találhatóak, azonban ezeket még a kedvező áruk mellett sem igazán tudom ajánlani, hiszen a küldetések nagy része a városban játszódik, és emiatt nagyon kieső helyen vannak. Úgyhogy maradjunk inkább a városban lévő ingatlanoknál, itt a Murrieta Heights, a Strawberry és a La Puerta 3-asból tudunk választani, a legolcsóbb 2.420.000, míg a legdrágább 2.690.000 dollárba kerül. Elsőre azt gondolhatnátok, hogy biztos a legdrágább a legjobb, nos ez sajnos nagyon nem így van ebben az esetben, azt szokták mondani, hogy mindenki a saját kárán tanul, na hát én pontosan így jártam, hiszen megvettem a La Puerta-ban lévőt, de hogyha rám hallgattok, akkor ti ne tegyetek így, ugyanis ennek az ingatlannak az egyik a legrosszabb a bejárata, nagyon nehezen megközelíthető, és ráadásul még a lehívott járműveinket is össze-vissza dobálja. Az egyetlen indok, amiért én ezt vettem, az az, hogy itt van egy tényleges autóbontó, és tetszett a hangulata. Azonban, hogyha ez nem lényeg számotokra, akkor szerintem érdemes a Strawberry-t választani, az pont középpen van, minden küldetéshez jó közel, a bejárata is nagyon könnyen megközelíthető, bár egyébként a Murrieta Heights-al sem nagyon lőttök mellé, de a legdrágábbat tényleg csak azok vegyék, akiknek fontos, hogy valóban egy ilyen autóbontó, egy roncstelep vegye körül az ingatlant, ha nem, akkor inkább a Strawberry-t vagy pedig a Murrieta Heights-ot válasszátok. Oké, kiválasztottuk az ingatlant, nézzük a fejlesztési lehetőségeket, választhatunk szint, ezt nyilván rátok bízom, viszont a következő upgrade már érdekesebb, ugyanis a Trade Rates, ez nem mást jelent, mint hogy féláron tudjátok megjavítatni a felrobbant járműveiteket. Ez például mondjuk egy MK2-es oppressor esetében 5000 dollárt jelent az eredeti 10000 helyett, ennek a fejlesztésnek az ára 450000 dollár, tehát nem olcsó, ezre inkább egy ilyen hosszú távú befektetésként kell gondolni, mert sok idő lesz nyilván mire megtérül, de akinek van rá felesleges pénze, annak megérheti, akinek meg nincsen, az nyugodtan kihagyhatja ezt az upgrade-et, ezzel is megsporol 450000 dollárt. A következő menüpont a Tow Truck, ami viszont már egy kihagyhatatlan fejlesztés, mindenképpen ajánlom mindenkinek, el fogom mondani később részletesen is, hogy miért van szükség rá, de vegyétek meg, mert kell. Az meg, hogy melyiket választjátok, a simát vagy a Tow Truck Beater-t, tetszik-e a rozsdás, vagy szeretnétek mindenképp újat, ezt már rátok bízom, nagy különbség nincs köztük, minden esetre sok pénzt lehet itt is spórolni azon, hogyha az olcsóbbik járművet választjátok. Aztán jön a Wall Safe, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis akkor is kaptok egy safe-et az ingatlanba, hogyha nem veszitek ezt az opciót meg. A különbség csupán annyi, hogy abban mindössze 100 000 dollárt tudtok tárolni, míg a Wall Safe-ben 250 ezret révén, hogy ez egy passzív jövedelemhez kell. Érdemesebb lehet beruházni a Wall Safe-re emiatt, mert sokkal több pénz fér el benne. Az utolsó menüpont pedig a Staff, ezt is érdemes megvásárolni, hiszen így kétszer gyorsabban fogják tudni szétbontani a behozott járműveket, mint alap esetben, és ez nagyon sokat fog számítani, erről is fogok beszélni később, de higgyétek el, megéri ráadozni azt a 625.000 dollárt, szóval vegyétek meg, és akkor meg is volnánk az ingatlan megvásárlásával és a fejlesztésekkel, nézzük, hogy mit kaptunk a pénzünkért. Így néz ki tehát a Salvage Yard belülről, egy viszonylag nagy ingatlanról beszélhetünk, amiben megtalálható lesz a Tow Truck, a megvásárolt staff dolgozók, egy kis pihenőszoba, a hálószobánk, ahol akár öltözni is lehet, a Wall Safe, amiben ugye a passzív jövedelmünket tudjuk tárolni, és van snack is, feltöltésre lesz lehetőségünk itt is, ezen az asztalon lévő kis tálkából. Ha lemegyünk, akkor pedig lent találhatjuk a fantasztikus vadonatúj számítógépünket, aminek segítségével tudunk reberi küldetéseket indítani. Mielőtt azonban ebbe belemennénk, tudnotok kell, hogy háromféleképpen tudunk pénzt szerezni a Salvage Yard-dal. Az első opció a Vehicle Reberies, a második a Tow Truck küldetések, a harmadik pedig a Wall Safe. Kezdjük a Vehicle Reberies-zel. Az kijelenthető, hogy magasan ebből jön a legjobb és legtöbb bevételünk, ezt a számítógépen tudjátok elérni és elindítani, ahol három járművet fogtok látni különböző értékekkel. A legkisebb értékű olyan 250.000 dollárt ér, a legnagyobb pedig közel 400.000-et. Fontos tudnotok, hogy ez a három küldetés hetente frissül, a csütörtöki heti frissítésekkel, tehát amikor megcsináljátok mind a hármat, nem lesz lehetőség újraindítani,
való életbeli egy hetet kell várnotok mindig, hogy ismét bekerüljön három új ellopható jármű. Ezt tudom, hogy nem hangzik a legjobban, de a küldetések nehézségét és hosszát tekintve lehet, hogy nem is csinálnátok többet egyébként sem, meg szerintem ez így reális, nekem amúgy tetszik, hogy ezt így találtak ki a Rockstar. Ugyanis ezeket úgy kell elképzelni, mint egy mini heist. Miután kiválasztjátok az adott járművet, amit szeretnétek ellopni, ki kell fizetnetek a 20.000 dolláros setupnak az árát, majd el kell kezdenetek a scope out küldetést, ahol csak úgy, mint egy heistban ki kell scope-olnunk a helyszínt, egyébként ezek abszolút nem nehezek, el kell menni az adott helyre, lefotózni a megadott részeit az épületnek, és tulajdonképpen ennyi. Ezután teljesítenünk kell 2 darab úgynevezett planning work-ot, ezek kötelezőek, a mellette lévő optional küldetés nem kötelező, nem is érdemes megcsinálni. Ha ezekkel is megvagyunk, akkor jobb felső sarokban láthattok 3 task küldetést, ezeket is meg kell csinálnunk, ezek is kötelezőek, viszont ez már free módban található, mind a 3. Egy kis táska fogja jelölni a helyüket, oda kell menni, és úgy tudjátok elindítani, hogyha ezekkel is megvagytok, ami minden bizonnyal egy jó fél órát, de akár 45 percet is igénybe fog venni, akkor el tudjátok lopni az adott autót, amit ugye kiválasztottatok az elején, ami aztán a Salvage Yardba fog kerülni. Itt aztán lehetőségetek lesz egyrészt eladni, másrészt pedig itt hagyni és szétbontani. Nos, mindenképpen az eladást javasolnám, hiszen jóval több pénzt fogtok kapni érte, mintha itt hagynátok és a személyzet szétbontaná. Egyébként 80%-ot kaptok csak a teljes összegből, hogyha a Salvage Parts menüpontra mentek rá. Ha viszont leszállítjátok, akkor a terminálba kell vinnetek a járművet, a jól megszokott helyre, ugyanoda, ahova például az Exotic Exportos járműveket is. Aki nagyon fél, hogy sérülni fog az autója, mert nem tudja úgy leszállítani, hogy ne menjen neki valaminek, azt tud egyébként Cargo Bobot is használni, és hogyha többen vagytok, lehetőség van több jármű leszállítására is egyszerre, és hát ezért mondtam azt a videó elején, hogy nem érdemes sem a Paleto Bay-ben, sem pedig a Sandy Shores-ban található Salvage Yardokat számításba venni, mert hogy azért onnan sérülés nélkül leszállítani a map teljesen másik végébe a járművet, hát maradjunk annyiba, hogy nem egyszerű, ja és egyébként nincsen High Demand bónusz sem, tehát ne is próbálgassátok publikban eladni a járműveket, csak a saját dolgotokat nehezítenétek meg, több pénzt viszont nem kaptok érte. Térjünk is rá a következő pénzszerzési lehetőségre, ami nem más, mint a Tow Truck, ami pofon egyszerűen működik, beültök a Tow Truck-ba, rámentek, hogy Launch Tow Truck Service, és már indul is a küldetés, ami lényegében egy ilyen pár perc alatt teljesíthető, nagyon könnyű mission, el kell mennünk a megadott helyre, ott felvenni a kijelölt járművet, és elvontatni vissza a Salvage Yardunkra. Legtöbbször nincsen körözés, nincsenek rendőrök, nincs enemy, tehát tényleg nem egy nehéz dolog, amikor visszaértek a dolgozók pedig nekiállnak szétszedni, és amikor végeznek, akkor megkapjátok a pénzt, ami a járműnek az értékétől függően lehet olyan 30-60 ezer dollár. Egyszerre 2 jármű lehet bent a Salvage Yardon, és ezért volt fontos az, hogy megvegyetek az upgrade-et, ugyanis a fejlesztés nélkül 96 perc lenne nekik szétszedni, tehát több mint másfél óra, míg a fejlesztés után mindössze 48 perc, tehát egy in-game nap. Amikor sikeresen szétszedik az autót, ugye megkapjátok a pénzt, és ami a legjobb ebben az egészben, hogy ez bizony akkor is működik, ha éppen nem játszotok, de ezt úgy értem, hogy be sincs kapcsolva a gépetek, tehát visszaléptek 48 perc múlva, és megkapjátok az összeget, ott lesz a számlátokon. És akkor beszéljünk a harmadik pénzszerzési lehetőségről is, ami nem más, mint a Wallsafe. Ez egy az egyben össze van kötve tulajdonképpen a tócsákkal, annál több pénz lesz benne, minél több tócsák küldetést csináltok meg. Ez ugye mindössze 2 darabot jelent 48 percenként, hiszen nem fér be több jármű a Salvage Yardra egyszerre, viszont hogyha erre figyeltek, hogy a 2 jármű mindig ott legyen, és a crew tudjon dolgozni a szétszedésükön, akkor 48 percenként 150 ezer dollárt fogtok kapni a safe-be, ami szerintem egy baromi jó pénzszerzési lehetőség, úgyhogy erre az apró dologra kell csak odafigyelni, és nagyon jól lehet vele aztán farmolni. Úgyhogy összegzésként azt tudnám mondani, hogy nyilván nem egy kajó perikó heist, vagy egy kaszinó, nem is fogja olyan gyorsan visszahozni az árát, de az utóbbi évek szerintem legjobb DLC-je lett, és remek lehetőségeket kínál a pénzszerzésre, főleg akkor, hogyha már tényleg nagyon unjátok ugyanazokat a farmolási módszereket, amiket eddig használtatok. Én tényleg mindenkinek ajánlom ezt a Salvage Yard bizniszt, bízom benne, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, hogyha így van, akkor iratkozz fel. Hamarosan találkozunk ismét, én Dani voltam, sziasztok!